A tavaly év márciusában nyitotta meg kapuit a Szent András István Roma Művészeti Galéria ideiglenes helyén a Bálnába, most pedig méltó otthonába költözött a belvárosi Irányi utcába. Mi pedig ellátogattunk a galériának a megnyitójára. Pusztai Antal és Tummer Márton gitárművészek előadásával kezdődött az ünnepség, amely Magyarország első Szent András István nevét viselő kiállító helyét nyitja meg. A roma származású és magát magyarnak valló festőművész életútjával megmutatja az őt követni kívánó nemzedéknek, hogyan vállaljon az egyetemes emberi értékek gyarapításában értékközvetítő szerepet. A kihívás az mindig az, hogy megismertetni az emberrel a másikat, és nagyon fontos az, hogy lássuk azokat az értékeket, amelyeket magukban hordoznak. Ahogyan csak emlegetni szoktuk, a Szenti Galéria egyik része egy nagyon nagy lehetőség. Egy nagyon nagy lehetőség a hazai legnagyobb nemzetiségnek, a romák, a cigányok közösségének, hogy megmutassuk azt a kultúrát, amivel ez a népcsoport rendelkezik. Ez nem csak egy egyszerű galéria lesz itt a belváros szívében, hanem egy találkozási pont is. Ez nem egy zárt galéria, amely csak a roma művészekről szól, hanem minden olyan emberről, aki a művészetével, a lelki szépségével igyekszik hozzájárulni Magyarország gazdagságához. Ennek kívánunk teret adni a mai napon megnyílt, újra megnyílt galériának. A kiváló rendező, előadó művész Novák Péter jó barátságot ápolt a 2020-ban elhunyt festőművésszel életének utolsó éveiben. Az ő tanítása volt leginkább az, vagy az ő öröksége az, hogy figyelni mindenkire, összefogni a közösséget és a közösségeket, megmutatkozni egymásnak, jó helyzeteket teremteni. Azt is mondhatjuk, hogy egy új irányzatot honosított meg Magyarországon. Az ő alkotásai áthatják azt a célt, amiért mi nap mint nap dolgozunk, azt, hogy megjelenítessük azt a fajta kettős identitást, ami fontos a Magyarországon élő roma közösségnek. Kunhegyesi Ferenc is Szent András István tanítványa volt. Mitől lesz valami roma képzőművész? A témától, a színhasználattól, a forma, a motívumrendszertől? Szóval én magamról tudok beszélni, tehát hogy én is alkotok. Tehát én azt gondolom, hogy ha én nem lennék roma származású, olácigány ember, akkor valószínűleg nem tudnám hozni azokat a motivumokat, azt a formavilágot, azokat a gesztusokat, hangulatokat, amivel per pillanat alkotok. Kunhegyesi Ferenc szerint kérdéses, hogy létezik egyáltalán olyan, hogy roma képzőművészet. De ha minden áron meg kell különböztetni, akkor van egy fontos különbség. Mi el tudunk rugaszkodni a intézményesített oktatási rendszer formáitól, mint ahogy nagymesterek is azt tanítják, hogy egyetemeken, képzőművész egyetemeken, hogy tanuld meg azokat a szabályrendszereket, ami szükséges ahhoz, hogy te majd ki tud fejezni magad, de aztán ezeket el kell dobni. A művész szerint az itt kiállított Pongor Beri képeivel komoly helyet foglal el a roma képzőművészek között. Valamikor 20 év ezelőtt ő azt mondta, hogy ő a negyedik dimenziót fest. Egy olyan belső nyugalmat sugároznak az ő gyönyörű lilák és kékek, a leredukált egyszerű formavilág, ami nem vagyok egy művelt ember, és én nem tudom, mi a negyedik dimenzió, és azt hiszem kevés ember tudja, így én sem. De talán sejtéseim vannak, a negyedik dimenzió a lélek dimenziója lehet, a lélek egyensúlya, harmóniája, ami igazgatja a többit. A 3 éve elhunyt Kossuth Díjas festőművész állami gondozásban nőtt fel. Műveit az erőteljes tárgyasság, gyakran a plasztikus formaalakítás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás jellemzi. A problémáink hasonlóak, az érzéseink hasonlóak, a mélységek mások. És a mély szegénységből és a nehéz periférikus helyzetből, talán ez a legördögibb benne, az ember önmaga nem tudja kirántani saját magát, ahol segítségre van szükség. Legfőbb céljuknak tekintik, hogy a művészet eszközeivel hidat képezzenek a roma és nem roma emberek között. Kunhegyesi Ferenc szerint az itt kiállított Pongor Beri képeivel komoly helyet foglal el a roma képzőművészetben. De a magyarokon kívül a külföldiek is megismerhetik a magyar cigányság kultúráját Budapest turisztikai központjában.